egy francia manikürt készítek, mint vájnaluk, tehát lakkozás előtt, és a körömlemezt átörlöm egy szkápresszel, csak csupán azért, hogy a köröm felszínen lévő zsíros réteget eltávolítsam. Rázom. A kiszerelése ugyanannyi, mint a régi céllapkoké. Tehát 15 milli. Még egy jó hír a vinyluxszal kapcsolatban, hogy ugyanazokban a színekben kaphatók, amiben a selak. Ugyanannyi, ugyanolyan színek, ugyanolyan elnevezéssel, mint a selak. Tehát ez azt jelenti, hogy akár a selakkal lehet kombinálni is, vagy a vendégnek eladni. Egyébként előny modellkedni nekem, mert jobban látja az illető, aki bent csücsöl. Hát igen, van benne valami. Végig kellem mind a 10 ujjon, tehát most azért várok itt, hogy tehát annak az időnek el kell telnie. Tehát nem tudom egyből rákenni, mert az olyan, mintha vastagon lakkoznék. Tehát egy icipicit kell neki száradnia. Tehát végig manikűröztem mind a 10 ujját, végig töröltem mind a 10 ujját szkápresszel, és elkezdem a 10 ujjat lakkozni az első réteggel. Nem szükséges hozzá alaplak, tehát nincs a Vinyluxnak alaplakja, mert nem fogja meg a természetes körmöt. Tehát nem szükséges tapadás elősegítő alaplak sem, illetve magát a természetes köröm színét sem fogja meg. Jó, tehát körülbelül ennyi idő alatt nagyjából végigkentem a 10 körmöt, és jön a következő réteg. Ugye laknak a vendégfelüli oldalát lehúzkodom. Alaposan egyébként, mert különbe folyik mindenfelé a lakon. Persze. És látod, ha a lakkozás szabályait betartod, nem foltos. Nincs vele problémám, nincs itt pötty, ott pötty, itt nem fedett, ott nem fedett. Fó, milyen szar ez a lak, nem ilyen, nem olyan, de nem. Tessék vele gyakorolni, és akkor ne ezzel gyakorolj egy gagyi lakkal. Tehát teljesen mindegy, mivel gyakorolod a lakkozás technikáját, a lényeg az, hogy ez meglegyen. Jó, most itt megint végigkenem mind a 10 körmöt. És utána jön a fedőlakja, és végighúzom a fedőlakot is köröm felületén, és akkor most megkérjük a modellünket, hogy egy 10 percre csücsüljön a helyére. Valaki meg mérje nekünk az időt. Tehát a Vinyluxx ezt tudja, hogy levegőre kötő lak, ami 10 perc alatt tökéletesen készre szárad, és ugyanúgy oldható, tehát itt le is fogom mosni, hogy lássuk azt is, hogy nem igényel különösebb, extrém laklemosási technikát, tehát a scrap press-sel ugyanúgy le tudom tisztítani a körömlemez felületéről, mint egy levegőre kötő lapot. Tehát ez azért én úgy gondolom, hogy Amerikának fejet hajtás most ez a három új anyag, tehát köszönjük Amerika! És lejárt a 10 perc. Rendet raksz az asztalodon, és jöhet a következő vendégem. Ez a 10 perc, tehát valójában lekötöd a vendégedet a 10 perc ideje alatt. Tehát nem úgy működik, hogy a vendégre félreülteted, és akkor most 10 percet ott malmozzál, hanem a 10 perc ideje alatt beszélsz, megbeszélitek a következő időpontot, elpakolsz az asztalodon, áttörlöd a kis fertőtlenítő, örül, hogy hurrá, mehetek, táskában nyúlhatok, fújhatom az orromat, vakarhatom a hajamat, azt csinálhatok, amit akarok. Miután átitta a rétegeket, utána megmozgatom ezt az anyagot, és utána egy mozdulattal, és itt maradt. Ez így. A titok nyitja abban van, hogy amikor rányomod a körömlemez felületére ezt a kis vattakarikát, akkor mennyi ideig hagyod rajt, hogy átívódjon ez a laklemosó folyadék az alsó rétegekig. A Vinyluxra, hogy a természetes körmön, tehát nem a műkörmön, a természetes körmön egy hetet garantál. A gyakorlat mit mutat a selakkal kapcsolatban? 3-4-5 hét. Na most a Vinyluxnál, ha csak megduplázza, és 2 hét lesz a körmön a tartossága alaknak, már elégedett vendégkörünk lesz ismét. Köszönjük szépen a modellkedést! Köszönöm szépen!
Köszönöm.